kapcsolunk. Jó ez a kis kecse, ugye, ugye? Felhőzúgásnak fárad a hangja, és parocskának szól a harangja. Haga, haga, szól a harang, bim-bam, bim-bam. Hello, hello! Sziasztok, srácok! Üdv mindenkinek! Szevasztok, szevasztok! Kellemes vasárnap délután mindenkinek. Csörög a Rise RP stream. Jó szórakozást mindenkinek! Mi a helyzet? Istú, nagyon szépen köszönöm a követésedet egyébként. Még nem találkoztunk. Ikonli, nagyon szépen köszönöm a követésedet. Tiszteltem, uram. Nagyon szépen köszönöm a követést, üdvözöllek. Ciao ciao. Jó szórakozást, érezd jól magad. Hozok már fel ide egy autó. 6000 dollárom, 6600. $400 fizem. Fél óránként nem tudom, hogy adják a fizut. Annyira nem kevés amúgy, de olyan sokat meg nem vagyok fent. Naruto, nagyon szépen köszönöm a követésedet. Üdvözöllek nálam. Jó szórakozást, érezzétek jól magatokat. Röhögjetek sokan. Ciao ciao. Szevasztok srácok, hello hello. Nagy bohóckolások lesznek. Szokott is lenni. Üff, megkimegyek valaminek. Szevasztok, szevasztok, hello, hello. Na, reméljük esemény dús napunk lesz. Na, egyenlőre. Dús úrsz, két napi. Két nappal ezelőtti volt. Ja, amúgy. Itt van 6K, meg itt van $600, úgyhogy igazából ennyi. Nem nagyon... Na, mindegy. Kocsira gyűjtök, majd veszünk valamit. Hogyha lesz idő, vagy megkedve. Vizet az bugerálunk a tárolóba. Most mi faszom, én nem működik. Faszom. Ja, szolgálatba léptem. Jó, elnyomogatom. Jamal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 
Nagyszerű. Na, srácok, remélem mindenkivel minden fasza.
Nem tudom, azt sem tudom, milyen autók vannak amúgy. Valami jól kinéző, normális autó. Import autók közül néztem a Bentley-t, de az... az... sok. Nekem. Amúgy nem tudom, azt fogalmam sincs, nem voltam még az autókereskedésben, hogy milyenek vannak. Például az nem nézett ki rosszul. Kicsit sokja. Hát nekem sok. Valaki megvette, nekem annyit nem ér. Azért annyit nem játszok. Raj, Mika 158, nagyon szépen köszönöm a követésedet. Üdvözöllek a csatornán, érezd jól magad, jó szórakozást. Röhögél sokat. A Mountain Huntersből néztem még a Merci terepjárót. Azon gondolkozom is. Az ilyen határeset, de még mindig nem tudom. Igen? Az kereskedéses kocsi amúgy? Vagy import? Kereskedéses. Na lehet elmegyek ma 260. Ja, az fasza. Na lehet elmegyek majd 41k. De ahhoz még dolgozni kell kicsit. Vagy bankot rabolni. Na, az fasza. Köszi. Hát... dolgozunk még. Dolgozunk még akkor egy keveset érte. Jó, van valaki. Ja, azt vágom, de kéne... pszichológiai vizsgálat. Nem kell? Csak kés kell? Oda csak egy kés kell akkor? Az is jó lenne, izény. Ja, rádióra menjek már fel. Most fegytem ki. Elő. Faszom, tett a szarba. Egy pillanat akkor, vissza újra gondolj. Veszel egy Dodge-t, odamész a CP-hez, nyomsz evetőt és kapsz egy... veszel egy Dodge-t, odamész a CP-hez, nyomsz egy E-betűt és kapsz egy quad és jelöli a térkép, hogy merre vannak állat. És akkor ez egy óra alatt 30k. Nyilván ezt ment, hogy suhába ki, én ezt nem baszogat senki. Menjek oda menni. Fél óra 30k. Nem rossz. Gondolom a mentős autóval, ha én megindulok, ennek nem fogok kerülni. Na jó, majd lesz valami. Na. Tovább. Próbáljuk meg ezt még egyszer. Így. Mi a kocsi is itt van, jó van, nagyszerű. Ne feszengjél már.
Na, miért? Hát csak úgy. Újságban van egy bácsi. Csontad? Micsoda? Mi újság van? Minden fasza. És arra? Nem látod az asszonyomat? Nem. Rinádet. De nem értem, amit mond úgy rendszerűen a mikrofonja. Sentence. Bármi rosszatságot csinál. Vással látod úgy, ahogy nem kérdett, szóljon fel nekem. Jó. De ezt neki nem mondod. Oké. Okay. Sentence, nagyon szépen köszönöm a követésedet, üdvözöllek a csatornámon. Új menet. Nagyon szépen köszönöm a követésedet, üdvözöllek, érezz jó munkát. Köszi, csecse. Érezz jól magad, jó szórakozást, sok röhögést. Meg bohózkodást. Elkezdődhetnék gyilkolni magukat a polgárok, nem ilyen hülyék beszélgetnének velem, mint ez. Azt hiszem ki volt, üldik. Ki van ég a lámpád, Mori? Epidermis. Pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe. Na jó, majd lesz valami. Addig legalább megy a zene, meg mindenek. Na! Ez az arrém van tolóban. Ennek itt kéne lenni. Kellene szerelőg a telepre. Hát, egyszerű. Várd meg kérdésen ezt a vadászús munkát. Mert igazából viszont tudni mindig. Give me a Coca-Cola. Na hát, nem tudom még mi fog történni. Legalább itt addig se baszogatta. Sopá! Ezek az ajtóban, az meg. Ezt bezártam. Be.
Na, egyszerű. Mi a helyzet, hölgyek, urak? Meséljétek már valami jó. Akkor jó. Ennyire nem vagyunk fel, hogy nem történik semmi. De vagyunk. Sőt. Zsebi, nagyon szépen köszönöm a 13 csír. Szia, szia. Mi a helyzet? Kipróbálok valamit, jó? Nyugodtan. Nem jó. Nem jó. Ez így már nem tetszik. Nem tudlak megölni. Ló! Ez mi volt? Ez, hát, te tudnál. Nagyon szépen köszönöm, Zsebi, a csíreket, köszönöm szépen. Mi a helyzet? Ráadásul 13. Ez a különleges hűlik balonokat, amik lezuhannak. Ja. Ez nagyon fasza volt. De én nem... peace módban vagyunk, az a baj. De én nem játszhatok vele? Nem. De tök mindegy, mert megütni se tudlak. Tehát, hogy nem lehet. Tényleg nem. Tehát is békesség van. Áááá, ez így gagyi. Miért lenne egy szarrá verni? Nem, ez hiba, ez javítva van, ez csak illetékesek kellenek hozzá. Így könnyű ilyen rakéta ágyukkal lövöldözni, nem? Jaj. Úgyhogy Zsebi, köszönöm szépen még egyszer a csíreket. Csírke. Mi a helyzet? Zsebi. Mi is srácok? Like a runner in the heights undiscovered. El kéne szaladni abba a autószalomba. Tiszteletem. Ez legigazgató tartózkodik a városba. Mit szeretne tőlük? Elvételizértem. Miért jött? Elvételizni. Ja, felvételizni. Nem jelenleg meg nincsen. A városban igazgatunk. Na. Úgy néznek ki, a ruházatok olyan, mint az enyém, csak annyi, hogy kék gatya, kék ink. Jó? Tehát onnan fogjuk ezt megismerni. Köszöntöm. Igazán nincs mind, viszlát. Addig sok balesetmentes közlekedés. Legalábbis még ők az igazgatók. Egyelőre mi? Hát, ha úgy folytatódnak a dolgok, ahogy folytatódnak, akkor vagy ők, vagy én, de valaki megy. Igen, nem mi a probléma? Nem tudom, az egyik igazgatót egy olyanban azt látom, hogy elkezd illegálkodni.
Az kemény. Másik igazgató tartja magát a dolgokhoz. Még ahogy csak nem haladunk előre, nincsenek kitalálva, feljárunk, belózunk, és elmegyünk. Nincsenek kórházi események, nem megyen az állomány kikapcsolódni, semmi nincs leszervezve. E jó, hallottam. Én meg nem fogok ezzel is foglalkozni, én írom a szabályzatot, én csinálom a ruházatot. Nem fogok még ezzel is foglalkozni, tehát így, és tényleg az igazgatók csak felvételiztetnek, meg betanítanak és kifújtatni. Ez az igazgatói munka. Hát ezek szerint. Négy emberre itt van, hogy van a kórház, és nincs sem szervezve, nem fog mindent csinálni. Beadom a felmondásomat, azt itt hagytam őket a felébe. Ezt így megérte. Ennyi az egész, hát nem így működik a dolog. Hát persze, most stím, az egyértelmű. Ezt én sem tudtam, ez nekem is új még. És a számba jutani. Meg kell inni, meg kell inni, meg kell inni. Meg kell inni. Egészségedre. Annyiban jobb ez a mentőzés, hogy jött is egy eset. Megyek, intézem. Jó, jó. Szóval egyben jobb az a... a mentőzés, hogy történik is ez az, nem csak úgy vagyunk. És itt hol a gecibe van? Aha, megvan. Üdvözlöm. De mi nem tudok legugolni. Halálokának megállapítása. Ja, én ezt a leader. Valószínűleg leesett a magasból. Erre azért dobunk egy percet. Jó napot! Jó napot! Lehet látni? Igen, nálam itt van az úr. Mi történt? Hát elmentem mellette, csak nem tudom, valahogy elesett. Ja, akkor valószínűleg autóba esett. Aha. Miért nem tudok legugolni. Nem tudom, hogy mi történt az úrral, lehet valószínűleg leesett a vércukra. És ugye megpróbálom megkezdeni az újraélesztését, a fejsérülést, illetve különböző külső érelmi nyomokat nem látok rajta. Kunempert rájözünk, fölöslegesen. Kokain. Meghallgattuk, van-e? Lélegzik-e? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, és fellélegzett az úr. Üdvözlöm! Szép napot! Kaptunk egy hívást. Igen, 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 feltűnt. Valószínűleg egy kicsit könnyebben sérült a feje az úrnak, hogy fel fogok írni önnek egy fejfájás csillapítót, amit át is fogok adni, és ezt be is kéne venni. De ha megmondja, hogy 10-es skálán megmondja, hogy mennyire fáj a feje, akkor meg... Nem nagyon érzem a fejfájást, egy olyan hármas. Hármas. Jó, erre egy gyengébb algopirint azért odaadok az úrnak, kiveszem a táskámba. Itt is viszem. Parancsoljon, odaadom. Pohár vízzel legyen szíves bevenni. Kólával is lehet? Persze, kólával is. Mindegy, csak ne alkoholis dal legyen. Kívánok. Hello, hello. Hogyha szorulna esetleg kórházi ellátásra. Jó, akkor esetleg velem is fáradhat a kórházban, még további megfigyelésre be tudom önt vinni. Ha úgy érzi, hogy jobban van, nem fáj a feje, én külsérelmi nyomokat magán nem látok. Én nem gondolnám, hogy szükséges lenne további ápolás. Szerintem se. Jól érzem most magam. Elég, én most nem fáj annyira. Jó, rendben. Örülök neki. Szerintem a fejfájás csillapító is kezd lassan hatni, úgyhogy én útjára is engedném az úrt. Hogyha netán... A meg kell, vagy...
Igen, egy pillanat és kiállítok egyen. Hugo, Becken évre. Rugós Becken, drága Kenny. Mana, izé. Társadalom biztosítás. Mana az árak, várján, ezt ki megnézni. Felhívások. Nem itt. Ja, itt van. Bárson belül. Jó. Ki is állítottam ennek a számlát. Rendben. További szép napot. És jó egészséget, viszlát. Köszönöm, viszlát. Na. Át, az be is baszna, hát adnák a líder. Majd az meg már erre kell lenni a malba. Jó nap, itt lehet, hogy kéne segítség. Jó napot kívánok. Az a helyzet, hogy itt a publikba azt megütött. Igen, kapok. Úgy el lett ütve, mint a, itt egy izé. Elütötték az urat. Mint valami nyúl. Jaj. Hát, majd legalább nem. Megvizsgáljuk. Úr is, szavasz, Fuli? Autóval esetben meghalt. Igen, mert csak nem találom. Most ezt mondjam, mi a gecit csinálják van? Jó napot. Az urat elütötték. Ki ütötte el az urat? Egy piros tempesztával. Ja, van egy piros tempesztás. Na mondom, annyi volt, hogy megütött, meg lett ütve az autója, aztán, vagyis hát megütött egy autót, és utána el lett itt ütve. Ez komoly. Nem tudom, ki ez a bánat fejfő. Rajta a mentős, vagy segített ki rajta? Még nem, még egyenlőre halálom. Autóban esetben elhúny. Ja, ezt hülyén írja ki, segíts rajta, légy szíves, jó? Jó, rendben. Ez épp van, nem halt meg, csak hülyén írja ki a rendszer, jó? Nyugodtan felszíves, ez nem lehet figyelembe, ilyenkor csak annyit kell ebből értelmezni, hogy autóban is egyszerűen lehet. Az, hogy meghalt, az hülyeség. Jó, az a szibakta. Ilyen nem létezik. Igen, nyugodtan segíts rajta, de hát ugye ez fos igaz, de jó is, hogy mondod, hogy jó. Ezt megkezdem a kollégának az újraélesztését. Meghallgatjuk, hogy lélegzik-e. Úgy hallom, hogy nem. Megkezdem az újraélesztést. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. És felkelt, az úr sikeres volt az újraélesztés. Átmentek rajtad, te szarod. Üdvözlöm. Az nem jó, az baj. Hát igen, elütötték az urat, ez ilyenkor egy kicsit nagyobb probléma. Az baj. Kit vágsz a nyakon? Hogy érzi magát? Ha még egyszer. Hát eléggé szarul. Szarul. Hol fáj az úrnak? Hát a... Melkosom. Melkosa, akkor megtenné, hogy bejön velem a kórházba, és akkor... Azt majd meg lehetne csinálni valahogy, hogy egy csomó... Megröngenezem. Azt az információt kaptam, hogy elütötték. Hozok egy tolókocsit. Jó, meg kérem, hogy üljön bele, és akkor betolom a vizsgálóba. Tudok beleülni. Elképzeli, hogy beleül. És akkor betolom en. Jöjjön. Ja, értem. Hát, na, jó. Jó, betolom ide az első vizsgálóba. Szevasz Axwell, ciao ciao. Megy majd a köviszub is, várjál. Jó, három segítek az úrnak felfeküdni. Úgy látom az úr ezt meg is oldotta magának gyorsan. Jó, szeretném megkérdezni, hogy bármilyen fémtárgy van-e önnél, telefon? Hát nem, csak az övem. Az öv? Jó, azt segítek levenni. Axwell, nagyon szépen köszönöm a követést. Micsoda? Elnézést, semmi, csak a túlvilágon beszéltem a fejembe. Jaj, érti. Köszönöm szépen, Axel, a követést. Az övet lerakom ide oldalra.
Segítek az úrról levenni a felsőt. Jó. Beállítom a röntgent. Mákasára. What? Miért nem csinálod, amit én akarom? Kiküldjük a képeket a monitorra. De fasz, az denevér vagy kutya? Vagy mind a kettő egyben? Kutya is, meg denevér is. Az a nadrág more. Na, Istenem. Chihuahua. Chihuahua. Meddig él a szubom nálad? Jó. Kiküldtem a képeket ide. Csak ahogy közbeszólok. Csak annyit, egy mondatig a srácnak. Igen. Hogyha felmászol a kocsi tetejére, és le kell a drugdalni. Azt nem tudod, na majd megnézem. A következő reportodnál téged fog megtalálni a fedélre közül. Jó? Tehát te lehetünk már meg az, hogy a kocsi tetején állva elindul és elbasz téged. Miért kell rizdani az autóját? Hoppá. Sok nélkül, ha? Ez is a kérdésem. Hát nem tudom, beszólt, aztán nem indok nélkül volt egyébként, teljesen. Na majd megnézem. De köszi a követést. Voltam, hogy... Azt mondta a srác, a kocsi tetején lehetel, innen nélkül elkezdtük rugdalni a tetejéről, pedig elindult, és hogy leesel abba a hajtában. Ebben még nem szólok fele. Jó, hát csak a... annyi. Hát akkor meg ne lepődj meg, de hát, hogy így srác... Lehet, hogy az üdik egyébként. A DM-el és... Tehát az DM, vagy DV, vagy DB, vagy mi a DB, az az most, hogy rájt. Az a lényege neki, hogy amikor el... Szevasz, Fuse, jelentkeztem, nem tudom, még gondolkozok rajta. Ne az autó tetejére. Indult, csak leestem az autóra, utána visszamed, és egy teri erőből nekem jött. Lehet fog egyébként, mert miért ne. Rocky Jump van egy hét, akkor majd. Igen, leestem az autóról. Nem lenne baj több szemszögből bemutatni a várost. És utána jött nekem, igen. Jó, most már kizökkentem az egészbe. Jó, mindegy, figyelünk rá, de attól, jó, mindegy, tehát ha veled a kocsiát, akkor szinte legyen, hogyha elkezdjük ilyen, de veled a kocsiát egy az egész. Halló. Itt még nem volt meg két hét. Még az elején járok, itt is vagyok. Szóval én úgy látom, hogy minimálisan zúzódott az egyik bordája, ezzel sajnos nem tudunk mit csinálni, ez meggyógyul magától, adni fogok rá egy fájdalomcsillapítót. És akkor jobban is lesz tőle az úr. Ezt át is adom ennek, segítek felkelni. 1, 2, 3. Jó, kiveszem a szekrényből a fájdalomcsillapítót. És akkor át is adom, ezt be kéne venni egy pohár vízzel. Vagy üdítővel, mindegy, csak alkoholmentes legyen. És akkor el fog múlni a fájdalom. Adok egy poharat, hogyha... Tessék. Köszi. Szer maffiához jelentkeztem, ugye? Jó. Jó. Nagyon szuper. Adunk gyorsan egy számlát. 150. Akkor ha lesz olyan, akkor... Kikísérem az urat. Szerintem fogok, mert... Na miért ne? Minél több helyen vagyok. Ez miért van felborulva? Hát még szerelik, a lába ki van törve. Beszartam, ja. Ez mi volt? Szavasz, mazsar, csacsá! Viszlát. Szuszi, mare. Lott szegény. Hú, kapott. Oldaláról. Sziasztok. Nem tudom még, majd még most egyelőre jó ez. El vagyok, elbohózkodok itt. Szavaztok. Na, most már kíváncsiságból megnézem, várjál. Úgy is írja.
holnap. Az elképzelhető, ha vagyok fenn akkor, amikor ti aktívkodtok. Axel, holnapig vagyok érvényes. Na majd meghosszabbítjuk kedden. Jó van, hívjatok, hogyha kell valami. Fent vagyok. 3, 4, 5. 5:30-ig. Jó hajad, elestél? Jóló Larren, szevasz, szevasz. Szevasztok, skacok. 16-kó szerverre start. Nagyszerű. Elájult polgár. Ideje volt. Minek? Áramszünet? Ennek az áramszünetnek, igen, ja. Mert már terhelt a rendszer nagyon. Azaz. 100-as, 400-as sikukkal már bajok vannak. Hát a publikum... Ez kegyetlen. Neki be tudok verni vajon? Nem. Kancba. Sírásom mikor... Felborulva. Előfordul. Most is mondjuk majdnem elütöttek. De én 200-as szeretnek be. Szomorú. Baj van? Ezért le akart lőni az elő valami rakétavetővel, hogy még egyszer már. Szellemek azt suktolják, hogy afkolod a pénzt. Valami van. Valamit érzek. Valamit érzel, mi? Naplopal. Hallasz? Hallasz amúgy? Én hallok. Csom. Ja. Nem mi? Fasza. Jó lett volna tarkó mágni. Vavara buppi. És vagy nálam van baj, vagy nálam. De nálam nem lehet, úgyhogy nálam. Táncoljunk neki. Mi ez? Ezt én nem láttam. Fűre kimenni. Hagyd már, én nem tudom. Kigész. Na mindegy. Wow! Wow! Koresi után valószínűleg nagy buli lesz. Pont jó megy a zenén is. Naplopó, ezt a kúrni. Azt a naplopó minden itt neki. Magic, magic. Magic! Köszi Axel még egyszer követést. Érezzétek jól magatokat, hölgyek urak. Bohóckodjatok. Sokat, mi is fogunk, vagy én. Isten geci. Csak egy picit. Nekem rossz a hangom. Azt lehet jól teszem. Nyomom. Candy Shop. Egy itt tverkelni akartam volna neki. Ez nem tudom melyik. Ez is jó. Wow. Írjam, de na mindegy. Na várjál. Te hallasz meg a tennel fel ez a John, ha te hallasz. Te hallasz, de jó basz meg. Tedd fel a kezedet, mert én ács vagyok, szakmunkás vagyok, adj egy 100 összeget. Egy őszinte beszéd, na jó, most már hallak, irány.
Hát az előbb is hallottalak. De én nem. Vagy nem beszéltem, nem tudom. Hát beszéltem, de akkor ezek szerint... Én hallottalak, az a lényeg. Értem elemet, úgyhogy most van faszom innen. 60-as van csak, micsoda. Mondom is, na. Végre, újra indítottam. De mindjárt esik. Valamelyest jobb lett. Jó tetted. Jó itt vagy. Jelent össze is eszek. Esek, eszek. 60-es szeg, ja? Megvan még az az emót? Várjál. Hol van? Miért nem? Ott az emót. Húzdra dedikálom. Egy szendvics, aki meg van verve, és van egy baseball ütő a kezében. Na, ki a kreatív? Hát én. Kurva kreativitás kell hozzá. Így jobb, nem? Vagy nem? Bolondos szendvics. Hopp, már is falóbot. Hopp, hopp. Na, kértek egy játékot? Kérjetek már. Köszi, Fuse. Köszi, köszi a követés. Na, játszunk egyet. Felkiáltójá Vin, azt nyerjetek játékot. Az, hogy mit, azt még majd magam is kitalálom. Nem tudom. Mindjárt nézzünk valamit. Várjál. Milyen játék legyen. Van egy pár fajta. Október. Legyen valami. Valami értékes, várjál. Jaj, igen, nem így működik. Várjál. A faszomban van az én feliratkozásom. Tibeti cucc. Nagyon székem, szépen köszönöm Rise Rider a követést. Pillanat és nézem, hogy mit nyerjetek mondjuk. Szava, szava. Csücső. Nyomjuk, nyomjuk. Hol van a... Itt van szeptember. Húzzuk meg ezt. Köszönöm szépen a követést. Na, van egy 50 eurós játékom. Szétosztom köztetek. Vagyis egy ember között. Atesz, nagyon szépen köszönöm a követést, üdvözöllek a csatornán. Jó szórakozást, kacok. Felkiáltójel Vin, és lehet játszani. Pródomi, nagyon szépen köszönöm a követést, üdvözöllek a csatornán. Érezzétek jól magatokat, jó szórakozást. Felkiáltójel Vin, és egy 50 eurós játékot kisorsolok mindjárt. Remélem olyan nem nyer, aki hamarabb volt beírva. Na. Lassan ki is sorsoljuk ezt. Beírtátok már egy páran. Egy hete. Ja, pont egy hete jelent. Nem, pont egy hete mentem fel és jelentkeztem.
Nagyon szépen köszönöm a Prime Subot. Rise Rider. Yolo Lallen, nagyon szépen köszönöm a követést. Hú, srácok, beindultatok. Nagyon szépen köszönöm. A Prime Subon. Mentős is egy hete vagyok, úgyhogy átjöttem, aztán azonnyomban jelentkeztem is a mentőhöz. Ennyike. Mazsar, nagyon szépen köszönöm a Prime Subot. Srácok, nagyon szépen köszönöm. Jaj, meghatódok. Na, hát menjen is kifel akkor ez a játék, nem? Sorsoljunk kettőn. Ajaj. Ajaj. Na, akkor hogy volt az a Bentley? Mennyibe is kerül? Mehet, na, zárjuk akkor a giveaway-n. Mindenki beírta. Ingyé van. Adom, jöhet. Na, aki még nem írt a felkiáltójel, vén aztán hadd szóljon. Defuse. Gratulálok. Megnyerted az 50 zsúrós játékon. Easy win. Nyugi, sorsolunk mindjárt még egyet. Küldöm izébe. Suttogó üzenetbe a kódot. Jaj. Mindegy. Elküldtem suttogó üzenetben a kódot. Mindjárt sorsolunk még egyet, hölgyek urak. Ezt elküldtem. Jó. Gratula, gratula, de nyugi. Sorsoljunk ki még egyet. Nézzünk ebből. A kódok kérlek szépen egy olyan weboldalról, ami jótékony célokat szolgál, tehát ilyen jótékonysági... na, hogy mondjam? Mindjárt megpróbálom magyarul. Szatá, honnan, igen. Dark webről, jaja. Töltöttem az Encore-ról, nem? Onnan vannak, hogy van egy olyan oldal, ahova ha beregisztrálsz, azt hiszem... havi X összegért, fogalmam sincs mekkora ez az összeg. Nem, nem free, nem free. Fizetek érte. És minden hónapban kapok egy játékcsomagot. Viszont a befizet, ugye ezek szerződve vannak azokkal a cégekkel, akik csinálják ezeket a játékokat. És én amit befizetek összeg, azt felajánlják jótékony célokra. Tehát én kapok játékot, aminek ti örültök, mert én kb. Kettőt használtam el. Azt hiszem a Hitman, Forma 1 2019-et, meg valamit még kaptam, de azt nem tudom. Mindjárt megy a következő ATESZ. Úgyhogy ja, valami ilyesmi. Indítom a következő játékot. Te mindig lefutok publikba, aztán majd találkozunk. Jó, oké, okay, itt leszek. Így után. Vin 2-es kaca. Van egy... hát van itt több fajta is. Zomi Vin 2, nem öt.
melyik legyen. Vannak itt azért... Melyik legyen. Legyen most egy... Legyen egy 30 eurós. Mit szóltok? Na most egy 30 eurós játékért megy a küzdelem. Téteket le, hogy ki nyer. Mazsoré lesz. Ah, ja. Van olyan, hogy bugolni szokott, úgyhogy van egy olyan tippem, hogy Fuse a tiéd lesz. On Tuesday. Mindjárt esi. 4 perc. Én itt el leszek. Kocsiért majd elmegyünk. Üzzétek, hajtsátok. Win 2, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Na, hagyja jön az a Bentley hozzá, akkor. Megy is. Király. Akkor levegyek már izéhez a garázsomhoz, várjál. Megnézem publikba, benne van-e már a csomagtartóba, vagy mi a garázsba. Lesz utcán a garázsba lesz, ha be is szarnék. Mentős RP. Ah, hogy tényleg ott lenne, igen. Lépjünk le. Hát lépjünk. Na, akkor... Addig disconnectelünk még. Aztán mondják, hogy mehetek vissza. Ú, ennek nem szedtem a hangját. Mehet a sors. Lepjen meg. Hol a faszom már, aki mindig ezt a kúgó? Tudok magamnak itt üzenetet küldeni? Elmentem közben a kúgón. Ja, úgy szokott lenni. Úgyis ki kell másolnom a... Hogy hívják ott, köszi. Az IP. Na menjen. Most én miért jöttem ide? Na menjen. Sorsoljunk! Na, akkor... Jó, azért egy páran benyomtátok. Na nézzük ki nyel. YOLO! Tied a kón. Hoppácska! Mert suttog űzi be a kón. Na jó, már sorsolunk még egyet akkor. Ráírünk, van egy pár játék. Haszontalan admin. Steames, aha. Steamen beütitek és akkor ott tudjátok. Mindjárt csinálunk egy következőt. Még kettőt, jó legyen, még... Nem vagyok admin, nem vagyok admin. Tuti bunda, igen. Menjünk fel. Menjünk, menjünk. Bunda
Action fail. Ops. Ezt nem láttátok. Nincs Shadowlandem. Még nem vagyok admin? Vagy mi van? Ja, még nem vagyok admin. Jó van, most kapsz egy másik játékot. Kapsz egy másik játékot, hogyha valaki kiválasztotta, várja. Hozunk fel kocsit. Addig játszogassatok, hozok fel kocsit. Van még játék, úgyhogy ráérünk igazából. Tehát mit tudom, 20-at is ki tudok sorsolni, hogyha úgy van. Szuboknak dupla esély. Na jó. Adó. Dobá. Nem, azt mondja, nem. Valaki szább giftja mi? Hogy kell felmenni kórházhoz? Kettőt is osztogassátok nyugodtan. Nem tudok ilyet. Hello! Küldök másikat. Pillanat. Leállok és akkor... Kapsz egy másik játékot. Jó, nem mindegy, én basztam el. Küldök másik játékot. Itt vagy, Joe? Itt vagyok. FIFA number one és two. Há, ennyi? Az igen. Mondd már, hogy tudtad kiszámolni, hogy pont középen álljál meg. Nem. Nem hátul. Nem tudom, így álltam meg. Na majd mindjárt már alakítunk ezen. Jövök egy kocsival. Na, valaki visszanézte, jajajaj. Na, ebből az mennyit én? 20, akkor ez kisebb. 25. 10. Jó, ez majd. Nézem a kövit neked addig. Nekem nem. Nekem csak annyi, amennyit havonta kifizetek érte. Én ezeket tehát a kifizetek X összeget, és azért kapok 10 játékot. 12-t, attól függ. Nem, nem, nem lopott. Van Hello Neighbor 1-2. Mi van még? Ami jó. Mi ez, Tini Ninja? Rally Empire, ja, jó, ez kurva jó pak. Jurassic World XCOM 2. A Forma 1-et már kivettem. A 2019-esen. Hitman 2. Rally van. Grid. Hogyha... Melyik az melyikben van. Tankolni is kéne. És ezeket nem is ismerem, ezeket a játékokat. Forza Horizonom még nincs.
Creedet, jó. Megpróbálom kikeresni. Nem tudom, melyik pakban van benne. Nem az augusztusiban. Csak az nekem megvan. Még nincs, igen. A neblopot, alig használt kódok eladóak. Szubért cserélek, tudod. Viszont felkiáltója Win 3, srácok. És sorsoljuk a következő. Ja, itt van, bazd meg, nem láttam. Ja, várj, ez 60 euró. Grid Ultimate Edition. Ez valami nagyobb alkalomra. Keresek neked egy másikat. Mert ezek ilyen nagy alkalmas játékok lennének. Hogy bánja a geci, jó van ez. Ah, ez baj, Ultimate Edition, azt... Megígértem? Ah, na jó van. Bánja a geci, úgy használom el. Mikor volt? Vagy tudok ilyen... Na mindegy. Na jó van, legyen. Horror játékot nyertél? Gratula hozzá. Na jó van, egy fene. Mindjárt nyersz. Ki volt ez, aki nyert az előbb is? Nem kapta meg. YOLO. Vagy YOLO. Tugó üzenet. Küldtem, YOLO. Benji Hun, nagyon szépen köszönöm a követésedet. Nem, ezt én választom ki. Hogy micsoda. Ez miért ilyen szaj? Benji, nagyon szépen köszönöm a követést. Köszi, köszi, szép napot neked is. Sziasztok, srácok. Felkiáltójá Win 3 és tudsz nyerni játékot. Nincs mit, YOLO. Én választom ki, srácok, a játékokat. Aki még nem tette, gyorsan. Dobogassa belefele a... Na, akkor... Én írtam, én írtam. Oké, okay, oké. Okay. Üzzétek, hajtsátok. Sorsolunk mindjárt valami. Mit sorsoljuk? Novemberi csomagban még nem tudom, mi van. Zon Official, Official, bocs. Nagyon szépen köszönöm a követésedet. Üdvözöllek a csatornán, érezd jól magad. Köszi, srácok, a követéseket. Üzzétek, hajtsátok, felkiáltójel, Win. A főtulajbácsi. Köszönöm szépen a követést, főtulajbácsi. Már félen. Mi? Mi? Béna vagy masi... Ajaj! Szavaztok! Nézd meg, ennyit nem tudok! Íj, figyelj, figyelj, szí! Kirúgva a szerverről a rákba, így. Na. Nagyon fáj a szívem. Ne fájjon! Megy a szívecske. Hello, hello, sziasztok, majd elfelejtett a szolgálaton. Hello, hello. Ali. Zon, nagyon szépen köszönöm a szubot. Ó, oh, baszki. Köszönöm szépen, srácok. Na hát, szuboknak előny, dupla játékokat dobálunk kifele. Még mindig van? Ilyen sok játékom van?
január. Fekját ugye Win 3, gyerünk. Van egy csomó játék. Hadd szóljon, skacok! Bohóckodunk közben. Anyád tűz a fankártyádat. Raúl Rodriguez, szava-szavasz. Írjátok be nyugodtan, felkiáltója Win 3. Sorsoljuk mindjárt a következő játékon. Na azért... Hello, hello, szia! Most... Szia! Ölök egy perc. Nyugodtan. Több terep, tep. Mindkettő. Azért. Kárta is jöhetsz. Megyek. Átvette a hatalmat, nézd meg. Ilyen erőszaktevőkkel van dolgunk. Hogy meg tudod nyitni? Jó. Meg tudom. Neked is jó? Igen. Akkor megcsináltam. Király. Az igen, nem vagytok semmi. Szépen. Na, elejét a csita. Ja, köszi szépen. Ami köszönjük, hallja elő. Egy IQ, két IQ. Sok IQ-nk van. Ja. Itt a közös gyerekünk, Habu. Habu? Itt vagy apák. Ja. Ki ezt te? Elküldjük postán valahol. Valami gond rendőr, na. A szokásos, be vannak füvezve állva. Egy borónak annyit. De kocsira fognak, de hát... Jó van ez. Ennyokat látnak, meg ilyenek. Ja, elfelejtettem ezt az egész Win dolgot már. Most csak Jazz Chatting, de ez kövi streamen, Raúl becsomagoljuk és elküldjük postán valahova. Dark Webben ad fel, aztán ilyen izébe, Mystery Boxba el tudod küldeni valakinek. Vagy látom el kilométer órát. DJ felszerelés. Ez miért lett ilyen szar? Még nem nagyon. Na most jó. Kisorsoljuk. Sorsoljunk. Jó. Utána lesz még. Ott fel postán, hogy most ide kellettem. Drága kegyér. Na. Hello, William. Akkor ez megint megvan. Mit sorsoltam? Kivárjam, azt magam sem tudom. Ja, még semmit. Válasszunk valamit. Aztán mindjárt mehet a Win 4. A rally az már elment. Nincs több rally. Project Warlock. Kocsis? Halléria. Kocsis, nézzünk kocsist. Hol az előny a szuboknak? Na ezt magam sem tudom. Akkor mikor? Most cserélünk autót? Várjál. Cserélt akarsz, hogy most volna futam, meg újra cseréljük, mi? Látom, bejött neked a... Ja, baszol, nézd ki eléggé. Nem akarok én ilyen, hogy hívják apád anyád, de ilyen utolsó pár perces sorozatot csinálni ebből. Ja. Télen nálad, nyáron nálad. Ah, ja. Hűzzük, hajtsuk. Nincs kocsis játék. Jó, az a jó, hogy neked is bejön. Ja, most lepnél sárga színe. Az az igaz összínű. Let's go kell, az a vese. Mondd a gyár. De úgy nekem tetszett ilyen matt kép volt, meg ilyen gyöngyházkép.
Megnézegetem, csak fogalmam sincs, hogy van-e vagy nincs-e. Most vagy. Hirtem. Ágámáne, Dorime. Na, mit vettél észre rajta, mondjam. Tettem észre rajtad. Köszi szépen, Raúl, addig ez a követést. Köszi. Kéne. A hajad őszül. Dehogy őszül, csak be van festve. Vonatos van. Most nem tudom. De még megnézem a többi. Van rajtad. Nem tudom. Ezt így kisekértem úgy most. Ámenó, ámenó. A 12. Hello. Üdv, szia. Ennyire most a tévélem, 12, 3? Hát, ha így nézzük, 7 óra körül, nem tudom, remélem a többiek itt lesznek, mert én már szerintem nem, de. Így fejben, mint ahogy most mutogatok. Tudom, hát az úgy, ez egy jó szám. Imperio, Agamana, Dorime, Latino, Anno. 20 éve előtt. Fiatalosan hangod, William. De megoldjuk minden. Mennyi lettél, akkor 20? Omanare, Imperare, Dolemo. Vivere. De mindenre fogom szeretni a munkat. Bármilyen jó. Jó, oké. Planet Coaster. És ez rossz? Az rossz, azt mondod? Ja. Várj, gyere. Nem látom. Tessék nézni. Jól is teszed. Látom, 99-es vagy. Ezt át kellettem adobni ilyen 50-esre, és akkor olyan a pofám is. Elküldtem. Egy elbasztam. Már nem úgy élt velem, hogy... Rosszkor születtél, meg azért választottál volna egy másik évezredet is. Ja. Ja, tényleg ez a pénzszállítás lesz. Ezt még láttam. Bekattanak egy kocsiba is, leszedekem ezt a szakállat. És remélem, tényleg. Tényleg meg fog fiatalodni, úgy érzem. 2 perc a szünet! Jó játékot. Hiszi más autóját, nézd meg. Mondjuk annyi éves úgyse lesz. Mennyi? Szakapod legalább a nélkül a kocsit. Jelenségesek, hogy fog visszajön, esküszöm. Tudom, szarul fog kinézni. Töltöm is le. Hajrá, nem tudom milyen játék. Folyt igazából a nagyjáról fogalmas. Right. Elvitte a kocsimat. Ezek szerint a tiédet vitte el. Direkt felhoztam, az jó, babitti. Jó feltűnt, hogy mit vittem. Ameno. Dorime. Az jó, az az emot. Ez fasza, az tetszik. Csinálok meg egy ilyen háttere. Jó, de nagyon sokan jöttek, csak az ajtó csukásban hallottam. Drága kenyér. Jaj, áj, bolondom. Ja, jó, mit csináltunk? Az... Kemény. Tegyetek úgy, mintha nem érnénk rá. Igen. Nagyon sok jó napot, jó napot. Hello. Jó napot. Hírások keresem. Csit, nincs itt sajnos. Csit, jó, felhívom telefonon. Csit, rendben. Az Istenem. Milyen ügyben keresik a módjét? Várjál, meg kell keresni. Ha egyszer a kettő nem megy biztos, úr, rendben. Hát, ha itt van a városban. Nem tudom. Őt hívja, vagy a tudakozó? Hívom. Rendben. Tudom, nem tudjuk, hogy hol van. Itt hallok valami telefoncsöngést.
Szerintem saját telefonját hallja. Aha! Bukták. Buktam le. Aha. Nem anyám miatt, hogy lesz paprikás csirkem, úgyhogy visszajövök, hogy nem lesz mutter. Lájkolom, lájkoltam. Na. Voltad. Tudod ki Facebookra. Semmi. Ja. Készülünk, készülünk. Nem, mi lesz? Vagy mire? Szállítások lesznek. Mik lesznek? Szállítás. A szállítás? De mit? Megint drogot? Pénz. Ja, drog. Pénz. Drog. Ja. Már adtátok a drogot. Azt már igen. Ezt már szeretem. Jó van. És jutalékot mennyit kapunk abból? Hát, valamennyit majd kapsz. Vagy egy csúran cseppen ide is hozná. Kihullott tőled a hajam. Látom, hogy ezt nem csinálom, mondjuk. Utána, akkor ott voltál, kihullott tőled a hajam másnapra. Kekentem babaolajra, utána meg lefele kezdett elmenni a hajam. Azt mindent elszívom. Hogy nézek ki. Mint egy ember, így már jól nézel ki. Köszönöm. Mint egy ember az. Ja, ez a szállítás. Ez mind a te hibád. Nem igen, mondom, mert azért mert nem tudták kikelni az ágyból. Cipó. Beszélsz. Hát nem tudták kikelni az ágyból, olyan késő jöttél ki itt a városba. Aha, igen. Na jó, azt a szállítás. Valaki mondja, mikor lesz? Semmit nem mondjátok neki nagy maffió. Féljetek tőle, majd drogos. 8 óra, akkor köszönöm szépen. Ja, 9 óra. Biztos nem kapozott egyik sem. Nem, hogy is nem. Félnek, hogy kiraboljuk őket megint. Sikerül. Megyünk. Ki van benne? Persze. Ja. Rájuk megyünk, egyértelmű kiraboljuk a pénzszállítót. Egy kis pénzünk. Te már sírásol. Ez ordibál belőtt, nézd meg, le se húzza az ablakot. Figyelj már sírásol, le van húzva el. Nézd meg. Igen? Na ezt már szeretem, így kultúrát. Igen? Igen már. Na látod, az előbb... És ezt ki fogja feltakarítani. Az előbb letagadtad, hogy te vagy most meg bevallod. Látod, megszólaltál. Jó van, így csinálod neked jövő hétre almás pitét. Na szevasz. Köszi, hello. Ez jó van. Azt a szemetet meg itt hagyjál. Szem. Hát örik annyit az autót, hogy... Mindjárt mehetünk, hogy felborultak. Adom. És mit négyen ott fognak feküdni az úton? Véletlenül nem lehet rajtuk segíteni. Nagyon véletlenül. Ja, mi? Hallasz engem, te soha? Te soha hallasz engem? Majd egy tesó. Tesó. Jaj. Miért hallok mindenki miért? Mi is hallunk. Halucinál. Elfut meg ilyet. Hallasz, tesó? Hallak, tesó. Hallak. De nem téged sír. Ide jön, ezt meglepődik, ha látszunk. De rám nézett, nem? És tegyem kérdezte meg, hogy hallom-e. Fejde utálom a garazsa. Tudom. Ezt úgy hívják, hogy anomália. Na ne beszélj csúnálnénk külföldi szavakkal. Ilyen amúgy, William. Hát? Tudok. Elvitték. Ki vitt el? Nem tudom, bementem az üzletbe, lehet, hogy ideig voltam. Gyertük a mentő autó. Istenem. Gyakran történik ilyen. Csoda. Remélem. Mikor sorsolja? Nem hallja ezt más. Aki még nem tette. Mit? Hát de mi az, hogy elvitte más az autó? Nem úgy elvitte, hanem UFO-kel szippantották felőlem. Nem akarták, hogy visszajussak. Nem, hogy John ezt meg tudja itt mellettünk. Szerintem az obé volt a kocsi. Hát John nagyot hall, úgyhogy tuti nem hallja. Kocsi van most fent egy. Ja. Mm-hmm. De várj már, akkor most azt úgy, hogy... Hallok mindent. Foglalatba érte? Azt mondod, ja. William? Mi? Mond, William? Most mehetünk lefoglalatba érte? Mert lefoglalták az? Hát, lefoglalták, gondolom. De Johnnak kell elmenni, mert övé. Ha csak elviszem. A Maja itt hagyta, aztán elment. Ha csak nem valaki elvisz. Menjünk, aztán akkor felszedjük a kocsinak. Egyszer viszi el videm az autó. Ja, akkor is tőle ez történik. Áááá.
Kész, kész. Zöld. Üzzük, hajtsuk, mindjárt sorsunk akkor. Bárcsak, mikor lesz pénzszállítás most már? 7-kor. 7 órától? Aha. Ja, aha. Adom. Legár rész, az úgy fasza. Nézzük, itt van-e. Hova kell menni érte? Sem. Azt sem tudom, hova kéne menni érte. Ide le. Na. Másik oldal. Ide, ide. Itt van, nézd. Ja. Így már látom. Mászik. Mász, maga. Kire? Megyek tankolni benne. Oké, nyomjad. Hopp, hopp. Elvigyelek valahova? Na nem, nem van. Köszi, köszi. Sorsolunk, na, értem már. Ez csalás! Na ez a bunda! Na ez a bunda! Küldöm mindjárt! Várjál, ez már... Bocs, ez ugyanaz. Nyomjátok Win-öt, aztán hadd szóljon. Hopp, cip, hopp, cip, hopp, cip. Mert miért akarsz a selfie-zni egyébként? Akarok küldni valakinek a képet, várjál. Miért ne? Abba a pozícióba szeretném. Kis kecelem. Az ciki.
Akkor sorsolok újra. Krumpli generátor, winner, úgyhogy... Fuse, Iconly nyert megint, úgyhogy ha megint jönjen, akkor sorsolunk másikat. Hát nem baj. Még lehet lesz hatodik is. Kabaszko! De-de. Korrekt. Fogadunk. Dexi, nagyon szépen köszönöm a követést. Üdvözöllek a csatornán. Napot. Jó szórakozást, mindenek. Igazgató a városban? Nincsen jelen. Nem probléma. De. Semmi, csak keresték egy igazgatót. A felvételt nyertek? Ne átjött a felvételre. Igen. Oké. Okay. Megondoltuk. Mielőtt előéletedről kapcsolatban vannak rendőrségi nyilvántartások? Hát, ma volt cégről sem szó, már állítólag nincs. Ott törölték az agyadat. Igen. Előfordul az itt. Something magical. Te nagyon fényképezni akarsz valami. Csak akarok csinálni egy fotót, elküldtem egy képet a sírásónak, csak megnyitottam a képet, és full fekete volt az egész. És nem értem, miért. Hát a sötétség, ami benned van, azt lefogottam. Pont ezt akartam mondani. Te is rajta vagy a képen, nyugodj meg. Sírásó. Vagyok a fényes keret, látod? Mehet, várjál már! Mehet. Csak megint feketeséget küld. De jó. Ugye megy. Na, ez úgy megy. Csak sírásunál van így. Ani számot vagy ez, ne küldjön. Tükrözi a belső. Az igazsak kocka. Ki jössz te? Mehet. Jó van. Na, mindjárt. Jól elszórakozol az a lámpában? Napra még megmaradt, amikor kerestem azokat a nyereményeket. Nem találtam. Neked is van egy gondolom. Néha kell az is. Hajrá. Iconly már nem nyerhet ma. Annyi játékom meg nincs már. Még nem. Másnak is legyen esélye. Feltűntöm azért a Steam-edet a játékkal. Anya, add a bankkártyát! Szerencse, hát az egyébként már igazából egy gombnyomás, ezt... Szép napot, Ryan! Halló! Szép napot! Szép napot!
kapushoz. Jó van, hát ez most majd izé, majd kisorsolja a gép. Tényleg el fogunk bújni mindenki elől. Mi? De miért? Hát kapásból mindenki leuramozik. Ah, nem tudom. Többség ugye. Többség, ne aggódjál. Szóval három férfi, egy nő, és akkor ez egy gyorsabb nekik. Többségben az erő. Hát akkor lehölj ez a nő, hát ez jobb lesz. Szerintem mennyire fognak neki örülni. Én szerintem mai szívvel. És néha amúgy így a bogaram meg ilyeneket szoktam mondani. Cica nyuszi. Szeretik amúgy. Mert a sírásnak ura van, és nem... Izé... Persze. Aki ura van, ezért mutatja a hölgynek is. Akinek gondolod. Igen, hogy érzem magam. Ezt kell, hogy mondjam. Dem. Vagy magam. De óvatos most mindenki. Kényi. Legyen. Muhahahahahaha. Ennyike. Így. Szerünk egy kis rózsát innen a bakorba. Nem is érdek, látod? Köszönöm szépen. Szívesen. Most szedtem ott a bakorba. Abból a bakorból? Megduplázott, oké. Okra feszélyesek azért. Neked is hozok valamit, várj. Ne hozzám, én tudom, hogy mi az, amit táplál. A csolyú. Ezeket... Ez honnan van? Na? Tegnap is öre Williamnek kóstolod meg? Na milyen? Nem rossz, mi? Kiment belőle a szélyesebb. Azért megkóstolt, ha? Szóval az üveg már az több napos. Nem baj, jó van, az így napunk helye. Pont arra használták, hogy most érett meg igazán. Így van, bukej. Na nézd meg. Ho? Futja meg sehol, nem kell izgulni. Na, kit szeretnélek menni rá? Szép, hogy nincs üzenet se. John, baj a kombo, akkor megnézitek? Gyere. Csak el voltam gondolkodva, nem? Ez nem baj, aztán egy jó rádiózás meg hagyom. Mi van a rádiózáson? Be kell jelenteni, hogy hova mész, meg kik mennek. Jelensd le nyugodtan, vezetek. John Mayer elindult a 82-es koordinátára. -381-esre. Jó, hogy rossz valami. Most bele kell tanulni, azt hiszem. Wow, easy! Okay. Ha most azt, hogy elnéztem egy kanyart, mi van abba? Várjál most, hogy itt fenn. Rossz fele jöttem, mi? Na. Nagyszerű.
Én nem tudok vele mit csinálni. Jó, megnézzük az úrnak van-e pulzusa. A király. Meghallgatjuk, hogy lélegzik-e. Van ollótok, valaki menjen már el egy ollóért. Nem lélegzik, megkezdjük az újraélesztést. És olló van bent valahol olló eset, vagy tudsz róla? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sikeres volt az újraélesztés. Istenem te, szobanövény, te. Szobanövény, nem én vagyok szobanövény, hanem te. Zseniális, üdvözlöm az urat. Én is üdvözlöm magát, Doki. Acki. Felsegítem a urat. Mentőszúl, ez a rendőrül el akart engem labolni. Szia. Azt mondjuk nehezen tudom elhinni, de... Megkötözte magát, és le akarta kenni, hogy én akartam ellabolni. Érdekes történetek egyike. Jaj, hoppá, inkább ne vedd le. Ez nem tényleg volt. De tényleg így volt, hidd el nekem, kérem. Nem hiszem. Azt mondta, hogy mivel túl cúnya vagyok, ezért muszáj lákennem pár együtt. Csak jól oda egyébként. Nincs oló. Ezt megkötözte magát, ez olyan fogyatékos, hogy nincs nála oló, és nem tudja eloldani. Tudtok elmenni egy olóért valaki? Hát én el tudok hatsz pénzt. A gyerek, te kötöztél, hogy nincs egy pénz. Nem én voltam. Már ukor megyek. Ezek tudsz válszág. Ukor már meg. Akkor menjünk boltba. Oké, csak várjál már meg. Na, a kollégát viszont mindenképpen be kell vinnünk a röntgenhez. Jössz, kollégina? Köszönöm szépen. Persze. Gyere, te Vamza. Ó, kis tegeci. Röntgeneztél már? Szerintem, igen. Szupi. Itt az elsőben tökéletesen vagy, mindegy, itt a másodikban is jó. Nem. Itt van röntgen? Van, aha. Az ottaniak nem mindig működnek. Értem, akkor mindjárt. Le van amortizálva. Azt hittem a másik épületben van, ugye? Igen, ott is van, de azok nem mindig működnek. Értem. Segítünk felfeküdni. Igen. 1, 2, 3. Jó. Uram, hogyha átmegyed a másik épületbe, leragad az asztal, amit a röntgen asztalhoz. Értem. Elvenném a fuxot is, a napszemüveget is, a headsetet, jó. Telefont, hogyha van. Tudom, hogy sokkulót meg a... Igen, azokat lerakom ide oldalra. Köszönöm, le is raktam ide oldalra. Hozok egy ólom mellé. Ráterítjük ide a lágyék részre. És akkor meg is kezdem a röntgenezést a könyökénél. Mindjárt sorsolunk egyet. Hölgyek, urak. Pillanat. Nagyon jó, ki is küldtük a képeket ide. Úgy látom, hogy a könyökének komolyabb baja nincs, beütötte, emiatt fáj az úrnak. Eltörni nem tört el, kötés igazából maradhat is rajta. És adok még egy fájdalomcsillapítót, amit egy kicsit később kellene bevenni. Segítek felülni. 1, 2, 3. Nagyszerű, visszaadom a dolgait az úrnak. Parancsoljon. És akkor oda is adnám a gyógyszer. Kivettem a táskából egyet. Jó, majd alkoholmentes itallal kellene bevenni. Egy fél óra múlva körülbelül is hatni is fog. El fog múlni a könyökfájás. Ha nincs egyéb panasza, akkor én úgy gondolom, hogy mehet is tovább az úr. Kikísérem. Pillanat, hogy rögtön erejé lesz elég látható, szóval jól figyelj. Menni zuha. Köszönöm szépen. Nincs mit. Pillanat. Viszontlátásra. Annyira várjuk, hogy lássunk valamit. 297-en volt valaki? A kórházban. Azt még te élesztetted újra.
Ja, tényleg. Na nézzük. Nem tudom, hogy hívják a rendőrövet, és meg volt kötözve, azt hozta, vagy azzal együtt jöttek ide. Talán fukkározott amúgy. És mi volt egyáltalán itt? A házon belül volt. Nem tudjuk pontosan, hogy mi történt. Annyi volt, hogy a rendőr úr karjaiba vette a fiatalembert, de közben meg lett kötözve a rendőr, és egymás karjaiba maradtunk. Egy játékot. Mit futkározott a rendőr? Kötözve? Elküldtem suttogó üzenetben. Na legyen még egy játék, hölgyek urak. 550 dollár, nem olcsó. Az igen. Rosszul látod a szemet, várjatok. Lilian, te ilyenkor jól vagy? Mutatnak rá valamit a sírásonok, csak nem tudom megmutatni, mert... Sírásonok, meg kell volna. Azt mondja, milyennek a neve. Megint Ordival egy csávon érzem. Felhúzott ablakokkal. De biztos jót érez. Lehetséges, nem tudom, hogy mit mondok egyébként. Be lehet ütni az ablakot? Igazán nincs mit, jó játék. Segítsenek, segítsenek, el fog érezni a kollégám. El fogok érezni, uraim. Valaki tud segíteni. Sőtem, de ezt hogy érzi ön, hogy el fog érezni? Tehát nagyon húzzák. Hát ott már nagyon keveset látok, sajnos ott már alul. Szemem sarkában. Keveset lát? Igen. Lehet még elesni, jó, kapaszkodjon belém. Úgy. Na akkor mi történt, uram? Meg én elmondom. Az úr szállt ki az autóból, megyünk. Az úr szállt ki az autóból, berúgott a küszöbbe. Belerúgott a küszöbbe is? Igen. És utána elerett a lába vére. Cipőn által, tehát úgy érezzük, mint azonnal. Lehet csak a fájdalomtól. Na, most már hagyj is ki ezt a szart. Hát kinyitottam az előbb, több bezárt. Köszönöm. Gyere itt a hozzátartozó. Na, legyen még egy utolsó. Jó, hozzátartozó, úristen. Mentse meg a barátom. Mit kell? Uram, én is belerúgtam már annyiszor a kis szekrény lábába. Hát vérzik neki, amely. Jó játékot, hölgyek, urak. Még egy játékot kisorsolunk. Na, hallj meg! Pa. Meg tudják menteni. Hol van? Még altatás közben is berekedni akarsz, vagy mi a faszom? Itt hagyták a kocsit. Most ez nagyon paraszt lesz, ha én ezt innen elviszem. Ez milyen autó? Nem leszek genyó. Több. Maradt az autó? Felőlöm. Na vigyék, ne vigyél, senki tudja, de leáll a gyorsan. Zárja le. Csitlen spagom is tévé, fődobja a pacskert, hogy csinálok szegényen, úristen. Temetésen nincs víz. Bakko elszórom. Hova? Kit fiúk, ha nem ér. Itt vagyok. Én úgyse. Hol? Itt vakorvosok vannak, csak mondom, vakorvosok vannak. Akkor most már tudják menteni? A páciens? Nincs halálán. Kicsit odaverte a lábát, de nem fog belehalni. Le kell vágni a lábujját. Na, ha látom, szellemileg nem, meg... Ha látom, nem ma fürödtünk, úgyhogy osztom itt egy kis lavorvizet. Itt egy kis törőköző van. Hát itt akkor jó, kicsit megmosom itt a lábadat, jó? Itt van egy kis lábbal. Azért féltem szegényt ennyire, mert szellemileg visszamaradott, meg testileg is mindenhogy. Testileg is? Visszamaradott. Hát ez nem látszik. Nem látszik. Hallja. Nem tudjuk, ki mondta. Kibott egy fődet rá. Undiscovered. Oké,
remélem. Laci, nagyon szépen köszönöm a követésedet. Üdvözöllek a csatornán, érezd jól magad, köszönöm a követést. Akkor megmarad a csávó? Csát is ne rendezett? Csávó. Na most nem mindegy, hogy szerdán csak egy kis vizet. Szavasz Tamás, csacsá. Felkiáltója win 6, ha még nem nyomtad. Lehet játékot nyer. Itt van az oldalban. Nincs. Oh. Nem gondoltam volna, hogy ennyire. Ennyire jövő benne így. Úristen, gyere, gyere barátom. Úristen. Megmenek. Nem kell nekem játék. Akkor jó van. Akkor jó, ha nem. Ehe. Nice. Ez volt a trükk, William? Nem, figyeltem a trükköt. Ti gyakorolnom kell. Akkor viszont én is kíváncsi vagyok, hogy hallom, mit fog csinálni. Ja. Lehet, nem nézzük. Kimentek rá? Alap. Utam, boci. William. Nyasra. 232-esre indul, nem más. William és... John. John Dick. Én is csak egy találkoztam. Hello. Anyám. Hello, itt van. Mi történt? Nem tudjuk, most jöttünk ide. Látja a doktor úr? Igen. Elütött egy autó. Nem. De miért sem nem nagyon csak épp, hogy neki koccant is leesett. Okész, az van, hogy mindjárt lesz. Akkor csak nincs eszméleténél az úr. Igen, szerintem bevert a fejét. Igen, minimális felsérülés, ezt látok rajta. Elfont a lábán. Próbáljuk megkezdeni az újraélesztést. De igen, azt nézem én. Nem lélegzik. Hátára fektetem. Ne legyen belőle baj, aztán ha valaki megnézi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. És sikeres volt az újraélesztés. Lálálá. Szavasz, Robi! Win 6, urak! Win 6, felkiáltója Win 6, nyerhettek játékot. Nagyon szépen köszönöm, Robi, a követést, üdvözöllek a csatornán. Szavasztok, srácok! Hello! Üdvözlöm, uram! Hall engem? Köszönjük! Hall engem, uram? Hallod? Elütött egy autó. Na, itt vagyok! Elütött egy autó. Beverte a fejét. Aha. Nem. 10-es skálán mennyire fáj az úrnak a feje? Hát úgy sem mennyire, nem érted ilyen fájdalmakat. Nagyon szuper. Jó, akkor igazából nincs szükség további kivizsgálásokra. Hát igen. Akkor útjára engedem az urat. Köszönöm szépen. Viszlán. Főnök mit csinál? Halló? Azért mondjuk ez így kemény, nem? Szállok, majd meditálok enni. Nem egy meditálni, srácok. Nem tudom, mi baja van. És itt hagyjam? Valaki keverje már le neki pofont.
nem akarja. Hát ez itt mellettem és nézi Márkot. Az én vagyok. Én akarom. Na. Eltűnt úgyhogy szerintem. Ó, faszom. Hát itt hagyom. Szállj már a mentő autóba. Jó, elment adminkodni. Ki kérdezte, hogy nem vagyok-e admin? Még nem. Gyere nekem! Becsülés? Jó, van állított én. Jó, James van állított. John, de jó. Hol hagytad William-e? Eredj már innen el! Hát ott a parkoló előtt. Nem tudom, elvitték az UFO-k. Ne, tűnt egyszer csak. Hát így nekiugrott az autómnak, aztán meg akartam verni, de nem tudtam. Úgyhogy eltűnt. Lehet ez volt a trükkje, csak elég késő sikerült. Lehet. Engem a túlvilágra hallnak. William, hallasz? William, válaszol. Ott hagytalak a rákba. Hát szegény, elnyert a sötétség. Hát összeg megyek, azt leütöm. Azért tudod jó, hogy hagyni kell ezeket. Ha rász, akkor direkt azért is ideje. Kell kitombolja magát, érzi, hogy nem vagy vevőre, tehát hogy nem vagy ideges, az tovább megy. Nem vagyok ideges. Londokat hagyni kell. Aki ordibál, van ilyen beteg, aki ordibál. A mordics még ez az ad ki magadból. Kiadja, megunja, mert látja, hogy engem nem izgat. Megunja! Megutatod ide már. Most sem tudom, mit hallgat, mondjuk, ha érdekel. Mi hungarise számolt. Rise? Hungar? Jó lenne most ide véletlenül egy ilyen láthatatlan autót berakni, és pont akkor érezné meg, amikor pont belemet. Erre gondoltam. Kigurulnék véletlenül, elé azt átest a motorházat. Lenni? Ennyire egyszerű. Ezt még nem biztos, hogy látni fogjuk. Csinálni kéne ilyen törölközőt ezzel a pólóval, vizével, kenyérrel. Hölgyek, urak! Hogy vagyok? Jól vagyok? Kérdem, hogy jön mennek a szirénázások valahol. Ups, az ő betűt, azt ne képzeljétek arra. Mondom.
állok egyet, pillanat. Ahogy maguk megoldják, mi elmentünk. Beszereltetni. Fél pillanat jön a kollégin, és akkor megyünk a kórházba. Mehetünk, kollégin. Visszatért a medizáció kórba. Akkor segítek. Aha. Kollégin, biztosan vezet? F-öt? Regondolom. És befoglalhatnak, mi látunk szívesen a körfog? Akkor segítek. Helyette F-6-ra, de így is jön. Mi is. Kórházban, mi kórházban? Most én vagyok, hogy valahogy... Két sérült, elviszi, indulunk a kórházba. Kérted, amikor nem tudják megmondani, hogy Mizu, akkor nem tudják megmondani. Segítünk kiszállni az uraknak. De nem szeretnének kiszállni az uraknak. Nem akarnak kiszállni az urak. Az jó lesz, hosszú lesz. Ez egy hosszú lesz. Már a rendőröntőt kollégán azt jelent. Hát vannak uraim. Segítsünk már kiszedni neki szegény Melinek. Ugye majának kell ez lesz. De mind a kettőn szólíthatsz, William, kedves William. Meli áll a számra jobban, de mindegy. Köszönjük. És akkor mi lett? Jászú, lézzel ütetek itt a kórházon belül. Micsoda. De mi lett? Várjál, segítesz felemelni a horgágyat? Persze, és akkor emeljük 3, 2, 1, és... Hú! Zárom. Oké, ezt megvan, tolod Maja? 20-at is nem kell tolni, nem csak tolni kell kezdeni. Mi fog mászkálni mostantól? Hát jó, akkor 20-at, meg tolhatom így, gyere, gyere, nem akar kijönni belőle. Nem tudtam, ezt így kezdem kihúzni. Hordágyom volt berakva. Nem tudok segíteni. Hordágyom megy, hát akkor kihúzod, ez kész. Segítek kivenni. Tudjuk az ajtot, jó, otthon megyünk itt az F-gombot, hídorulunk, ha kiengedi az urat, jó? Hordágyastól kihúzzuk, érjön, jó? Kok lehet tolni. És mi lehet ezzel? Ami, amúgy. Szerintem csak a lényeget hagyták itt. Igen. De várj, 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 aha, jó. Jó, nyugi, jó? Most várjál. Irasú, beengedlom, az ajtón kérem. Ebbe, be, gyere, gyere. Így is jöhetek, Irasú. Eset volt, hogy lőtték őket, uraim. Baleset. Állítólag elütötték őket. Tos ura, közül valaki még itt van, van még itt. Csak a rendőre várjál. Lord! Ezt most a fejemben mondom egyébként. Segítek magának, hogy mi történt. Elcsaptak minket legalább 100-zal, tehát úgy kezeljen minket. Jó, oké. Hát nekünk annyit mondtak, hogy kipörült az autó, ön kapta a kisebbet. Nyilvánvalóan. Ezt hallottam, de hát, most ugye nem voltam ott, így fogalmam sincs. Segítek az úrnak felülni az asztalra. 1, 2, 3. Nagyon szuper. Elvenném öntől a elektromos eszközöket. Nekem előtt nincs idegen fel, most én itt van. Levenném a pulóverét. Lerakom ide oldalra az utcai. Ja, hozok egy ólom mellé. Kivesszük innen a szekrénybe.
Ráterítjük a lágyék részre az úrnak, beállítom a röntgengépet a mákasra. Na, még egy negyed órát vagyok, urak, aztán. Hölgyek, urak. Jó, megkaptam a röntgenképeket. A mákas a szerencsére csak könnyebben sérült a becsapódást követően. Fején kisebb... kisebb foltok van. Ja, hello. Azokat ellátom, hozok egy kis fertőtlenítőt. Lefertőtlenítem a homlokát az úrnak. Kisebb sérüléseket, horzsolásokat. Értem. Hozok kötszert, bekötözöm. Majd az elfolytat, akkor én viszem, hogy rendben. Ne hagyjon halált. Bekötöztük a fejét, nagyon szuper. Mákasi sérülései könnyebbek. Így nem szükséges. Komolyabb orvosi ellátás. Egy fájdalomcsillapítót még mindenképpen adni fogok önnek. Segítek felülni az úrnak. 3-ra, 1, 2, 3. Kiveszem a táskámból a fájdalomcsillapítót, átadom ennek. Ezt egy pohár vízzel vegye be. Hozom ennek a ruháit. Illetve nem maradjon már magán a ólom mellény se. Ezt visszarakom a szekrénybe. Felveszem a pulóverét az úrnak. Töltöm mínusz 80 és mínusz 84-esre. Átadom az ólom, vagy a ólom benne itt a pulóver, illetve visszaadom a telefonját, egyéb érték tárgyait. Jó, megkérem, hogy kövesse. Szállítható állapotban van az úr, jó napot. Rendben, bilincsbe az urat, bilincsbe lehet rakni, ugye? Igen, a kezei nem sérültek. Jó, meg kérem. Ne engedjek itt az ajtón, majd kérem, amíg meg itt vagyok. Rendben az úr, a kapcsolom, hátrúzom két kezét. Csak ilyenkor jó, mikor nem tudja elmondani egyik se, hogy mit történt. Napos, árpon, vezetőszár. Tejszeren átvizsgálnám az úrnak a ruházatát. Rá találok egy csavarkulcsot, amit a kiadatás ideig lefoglalok. Találok a hátam egy kannát, meg egy ejtvernyőt, találok az úrral, ebben semmi veszélyes nincsen, az úrral találok egy kötelet, azt is a kiadatás idejéig le fogom foglalni, telefont, rádiót elhozok az úrtól, az úrnál találok egy zsákot, azt is az idejéig, a kiadatás idejéig le fogom foglalni, és akkor mehetünk, kérem. És már kérem, nincs ki az ajtót. Köszönöm szépen. Mert nagyon sok esély lesz, én előre vejük felem. De már egy beteg van végül? Én viszont a kórházi sérültnek, jó? Az elhagyta a várost, és majd azt mondta, 20 perc múlva engem fog a pédén keresni. Hát azt leseted, na jó van. Az urat, vigyázzanak rá. Ben, mit látsz? Készüljetek hét után, mert itt a harmadik világháború. Úgy, úgy vigyázzatok, ne lőjetek vissza ez a lényeg, ne lőjetek vissza. Mi fogunk előre lőni? Na, hello. Mi lennünk majd előbb? Jaj, jaj. Oda megyünk, kiérünk. Azt mondják, hogy elcsapták őket. Ami kisebb, neki mentek az autónak, az megpörült, és elütötte a két urat. Aki itt volt, ez a kék felső, és azt mondták, ő sérült könnyebben. Na, állítása szerint őket vagy 200-zal ütötték el. Most tegyek igazságot. Ah, nem kell izé. Mondd nekem, 200-al ütöttek volna el. Nincs itt. De gyere vissza, izé, megkérdezed, mi fáj neki ez? Megröngyöm. Azért hoztam be. Persze, be isnak lenne. Jössz erre? Pillan Bismondból 192-esre. Bemegy, William, megy, William. Hallom, hallom. A kövire, kövire. Ezekkel nem kezdő. Ez a 200-al elütötte. Hát, már ilyen, volt már ilyen precedens, és akkor ott volt egy ilyen
hát ilyen felsőbb hatalom. Render volt, elővette a kis fegyverét. Százal uram, puff, rátnod. Akkor most már úgy van az óra, hogy lennie kell, ha előttük 200-zal. Pampon 4-re, hát az mi? Az fasz. 100-zal elütnek, nem beszélgetünk utána már. Kb. Ha behozod, mi fáj, hogy fáj ugye? Csuhalál minden van ugye, rendőr volt. Éreztem, hogy azért jön két sérült, mert rendőr is. Laci, gratulálok. A GBL-es most bejöttem, úgy vágod? Már leesett a bicikliről. Igen. Ellátást kért. Na, de jó. Ahogy kitette itt a lábát, felült a bicikli, ez fent megint a szarzene. Elküldtük neki azért a kódot. Elküldtem Laci a nyereményed. Dobtam suttogó üzenetbe. Na jó van, én szerintem 8 perc, hát fél. Menjek rá? Mire? Na. Menjek a Milusz. Igen, megyünk, William, William, felváltva megyünk, tudod? Jaj, tudom, megyünk. Csak azt hittem, hogy ti még ilyen esetet láttok el. Meditáltam, mint az állat. Ha megyünk a 648-ra. Oké, szokész. Nincs mit, nincs mit. Sütogó üzenetek között. Van egy olyan kis fül. Istenem. Ezt még nem hazadta. A szar hely. Speciálisan. Szar. Többi után. Szívi, szívi. Persze, mondjak meditálni egy pillanat. Hú, kanyarodik, ugye? Eléggé. Várjál. Hát, egy ilyen nagy doboz. Igen, most az a kérdés amúgy, ugye? Mert ez egy hídra megyünk fel. Nem a hídon lesz, és nem alatta, aha. Előbb alatta volt. De kiderül, aztán úgy lemegyünk. Van egy autó. Talán jók vagyunk. Ember is talán. Jössz. Hol? Jabba, az szembe sárba. De vissza itt mennyi, mennyi egyenesen, és ott balra van. Már látom, látom. Hanem. Ott majd úgy állj be. Nézd meg. Jaj. Ja, nem tudsz kiszállni. Nézzek a beteget, nézzek egy kérdés, John, azt majd megmutatom, hogy gondoltam a felállást. Üdvözlöm! Jó napot!
Mi történt az óra? Karambolozott, azt látom. Kiesett az autóból? Úgy látom, a fejét ütötte meg egy kicsit. Kisebb agyászkodása lehet az úrnak. Az lehetséges. Úgyhogy adok egy fájdalom csillapítót, amit segítek bevenni. Adjon mindet, mindet adja ide. Lehet nem volt mi rászkodni a szegénynek. Na mindegy, igen. Lehet. Jó, odaadtam ezt a fájdalom csillapítót. Köszönöm. Adok hozzá egy pohár vizet, segítek, belöntöm a szájába. Eljön egy nagyot, nagyon szuper. Hogy tud nyelni azt, hogy el... Nagyon. Nyerd le, hogy este nyerd le. Tudni, azaz, megy az. Meg lehet elvileg, már jön. Üzleti kapcsolat, meg nem mondhatod el. Van egy olyan, hogy... Meg tudod, nézd csak. Hol van a faszomban? Rájöjjünk. Ott, itt ahol az ujjam van a középső. És lefagytam egy kicsit, lehet bátor baluk is. Középső, itt. Én nem fagytam le. Van meg vagy, John? Meg, aha. Megfagyott a vér a véremben. Meg. A vér a véremben. Az úrnak akkor agyhely rászkódása van. Ó, még az ott is kong. Ott a szaljuk, mi is? Ma légüres tér, igen uram. Erborzinek egy uram, jöjjön, segítek felülni, jó, ne itt fetelgünk, ja, itt valami, van, nem tudom, csoda. Lelki erőke, szálljon vissza. Lelki vissza számol, megfoglak itt honodat, aztán neki festetek itt a kocsit. Fogom a lábát. Úgy, né, de neki fekszünk ennek a csodálatos autónak, jó? Feje már úgy látom, kevésbé fáj, azt a horzsolást annál letakarítjuk. Jaj. És fertőtlenítővel lefújjuk, mert eddig itt nem láttam. Ó, ne ütlök. Elkezdte tisztítani, mennyivel világosabb a bőre, mint máshol, látod? Igen. Legyen! Lejön róla a kossz. Jó, hú, de mennyi? Jó, lefertőtlenítettem. Rakok rá egy sebtapaszt. Igen, remélem a csillámpónikat szeretik. Szeretem a csillámpónikat. Jó, akkor adok elefántosat. Ezért meg kell halniuk sírásúval. Bocsánatot kérek. Igen, a mentőséget tudom, azt mondja. Nem fenyegetem őket, csak kicsit azért ápolom őket. Vagy hát te pizzen ennyire sírás, hogy tudod. Kerestem, de nem találtam ott a dolgokat, az a baj. Ha tarts lapit, hogy érzed? Köszönjük is. Az a baj, hogy már annyit szoktam fájdalom csinálni, hogy én meg sem érzem igazából, de amúgy nem is érzem az egész testemet. Érzed a testedet? Mi az, baj érzik? Na, ezen megpróbálom felállni? Ötre? Oké. Egy. Kapaszkodj belénk, három, egy, öt. Ez a kocsinak fáj. Meg se tudjuk keverni az urat. Na, ja, mit? Na, mi fáj, mi fáj? Fúj, tetszett. Mi fáj? A tököm. Az sírás valami. Tudja, szokott venni ez az érzés, amikor fel akar ülni, de vágyom, ezt le akarom vázolni magát. Amikor fel akar ülni, de törökülésben van, összeszorítja a lábát. Addig mi van én? Ma között marad. Már magából is volt biztos. De amúgy akkor megvan, ugye uram? Irányzik fel a rádion, vagy ő? Meg vagyok, most különösek félképpen. Jó, később bármi baj van. Kórházba. Jó, jön be a kórházba. Bocsánat, ez kérdés felszeretnék tenni magunknak. Sajn, gyorsan. Anonimusban szeretném, szóval nem hozzák el, hogy a plusz a telefonszámom, amivel írtam az eset. És tudom, hogy sírásom most nem dolgozik, de melyik akarnám nyírni, akkor melyik a legjobb alkalomra? Nem tudom, hogy valamelyiket... Tessék! Ki akarnám nyírni a sírások kollégájukat? Megyünk az 1500-as anyagig. Akkor mikor tehetem meg? Időpontot mikor tudok egyeztetni? Kivel? Kicsi? Kivel tud időpontot egyeztetni? Ezt meg szeretném én is kérdezni. Időpontot szeretnék kérdezni. Mire? Kinyírjam sírásra. Bejön a kórházba és bejön a kórházba és akkor ott a egyik igazgató volt. A Magdi nénivel? Már Józsi bácsval is. Szerintem, maguk kedvesek. Mint, nincs főt. Vigyázz magadra.
Megeződjünk. Viszlát. Viszlát. Nem veszi fel a telefont, hogy ez a súrmók, aki hívott, mint ez. Hát fasz meg! Nem ütötted el, szimulás, hagyjon. Ez melyik az utolsó? Oh, ez a világ vége is onnan, még 3 méterre jel. A vadászat. Nagyszerű, utána lépnem kell a városba. Belefér az idődbe, hogy oda kimenjünk, vagy nem? Persze, ez még belefér. Na, akkor mehetünk kórházhoz, azt én akkor elúrok a picsával. Nem, ez belefér, ez gyorsan megcsináljuk, azt utána megyek. Be. Pont. Én hívogattam én, van idő. Tesszak, az megint volt egy ilyen kószaszúrás. Szívesen, srácok, használjátok egészséggel a játékokat, játszatok, aztán egyébként van még, majd kiveszegettem őket, és akkor ilyen random kulcsokat fogok, és akkor nem tudom, hogy melyik mi lesz, érték szerint lesz. Éppen azért fura ezt vezetni, nem? A Chevy után. Hát az után, ja. Mentem én is ezzel egy ilyen jó párat. Mert amúgy feelingje van, viszont... Tehát nem nagyon tapad, ugye? Ja, ilyen meddő. Anyarodik. Nézem, ugyanoda lesz gondolom. Nem ugyanoda van. Menjünk. Mi vadászathoz menjünk? Ott majd lesz valami. És miért jött trafik? Egy kéne a pozíciómra. Hol van trafik? Rendben, William, és akkor megnézed a 470-es? Igen. Majd mindjárt. Bolton túl. Ja, látom. Tud a GPS-t akkor mutatni. Látom. Az 50-es trafik. 150-es és simet? Ja. 150. Jó van, megijedtem. Hát nem vészes, csak amikor már átmész egy csomón, akkor már olyan idegesítő, hogy be kell fizetni. Kötelező? Vagy nem baj, ha nem fizetem? Nem vészes, nem van itt fásra. Mert kaptam akkor a... felróhatják, hogy ennyi benne. Tökömér méri be a mentőható. Ennyi. I don't want a party. Nem muszáj ilyen autópályán, nem kell vinnyogtatni, én csak fényt szoktam nyomatni. Jó. Szeretett hallani, akkor az se baj, mert volt olyan kollega, aki azért, hogy a Nino-t azt hallgassa. Ez annyira nem szeretem. Itt így volt nálunk. Utána ugye kinírózta magát, és... azt ennyi. Tudta, hogy ennyi volt neki, hogy ennyi jó is volt. Jó, ha nem sérültél meg. Nem, szegény autó. Hopp, volt itt. Senki nem. Ha most... itt vagyok. Jó, ha fel nem borultam, nem. Nem. Kell megvárni csak. Kollegák, lehet várni itt. Az a beteg? Mit vár a beteg? Vár, mert én neki mentem, vagy nem mentem neki semminek. Beszállok a kocsiba, földok 2 méterre a levegőbe, azt elkezdek össze-vissza menni. Hívok. Lehet van a kezedbe valami. Mindegy, szar le, akkor gondold újra az életet. Hát ez így remek lesz ide felmenni. Nem, izé, van út. Úton megyünk, nem probléma. Szóval mondcsira mentem ezzel, csak nem volt erő az autóba, és elkezdtem visszagurulni. Mondtam, hogy akkor szó szerint ott döglik meg, aki ott halt meg. Visszamentem kórházba. Itt már megálltunk, szerintem nézzük meg, hogy mi a helyzet. Állj meg simán. A villogó maradtak, nice, kire.
tudtam hozzani. Mi? Ja. Hello? Hello? Uram? Itt van? Én úr, itt van? Hát uram, hall engem? Itt van a sérű. Üdvözlöm. Leesett a magasba, ilyen dobjunk rá. Ne dobjunk. Megvan a beteg? Meg. Gyere lefele az úton. Hát én úgy látom, hogy az út csak elájul. Üdvözlöm. Meg tudja mondani, hogy mi történt? Miért? Van itt valaki? Igen. Legyen, hogy öntönöm egy koordinátor, hogy kicsit nem látja. Elájult, akkor teszek meg. Valószínűleg az út csak elájul. Hát, megkezdem az újraélesztését. Be tudnánk kötni a lábamat egy picit. Hátára fektettem, meghallgatjuk, hogy lélegzik-e. Megkezdem az újraélesztést. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, és sikerült az újraélesztést. Az úr csak elájul szerencsére. Fejét egy minimálisan beütötte, látok egy kis horzsolást rajta. Előveszek a táskámból egy fertőtlenítő. Hát az az úriembere, nem fertőtlenítő. Befújom a fejét, lefertőtlenítem a sebet. Veszek ki kötszert, bekötözöm az úrnak a homlokát. Hát ilyen 200-an ment körülbelül az úr. Viszlát. Nagyszerű. Uram, hall engem? Nagyon szuper. A feje mennyire fáj? Annyira már nem, hogy be kell. Nagyon szuper. Adok még azért egy fájdalomcsillapítót. Köszönöm. Ezt egy pohár vízzel vegye be, legyen szíves. Jó, ez hatni fog egy percen belül. Rendben. Vigyázzon magára. Hogyha bármi probléma van, akkor a kórházba el tudjuk látni. Nincs problémám, csak ez. Nagyon szuper, jó. Akkor további szép estén. Estét. Itt vagyok, parancsolj. Szép estét. Lenne szíves, elvágtam a kezemet. Látja ott az ujjamnál? Látom. Be tudnál nekem persze, kötni, lefertőtlenítik? Köszönöm. Kiveszem a fertőtlenítőt a táskámból, lefújom, ez egy kicsit csípni fog. Lefújtam. Nagyon szuper, szépen. Visszarakom a táskába, előveszem a kötszeremet. Rendben. Köszönöm szépen, viszlát. Bekötözöm. Be. Már is. Meg is vagyunk, remélem, hogy már nem fáj igen. Semmi. Nagyon jó. Jó, rendben. Ha valami probléma van, akkor a kórházon találom. Köszönöm szépen. Köszönöm. Viszlát. Látjuk sírásom. Persze. Még ellátom. Látom. Átittam, hogy balondok házban, menjünk innen. Menjünk a rákba. Vezetsz egy fél percre? Meditálok egyet. Hát tudok, ha. Mehetsz még egy címet, hogyha úgy van. 20 egy pillanat sem csinálj le az övet közben. William, a 470-est azt látod el, vagy nem? Kinézzünk a 470-re, vagy 5 perc múlva odaérünk.
itt vagyok, bocsi. Itt vagyok. Oké. Tibiriru papa, pipo. Megyünk itt a veszedelem. Volt, majd izé. Na többet nem veszem ki ezt a dobozost, mert inkább átrátat. Ja. Itt a földúton. Nezen végigpörgünk még, urak, hölgyek, aztán nekem lépnem kell, holnap fogjuk folytatni ezt a tevékenykedésünket délután. Most négyen vagyunk szolgálatban, én úgy tudom. Négy mentő is van. William, a Mazsi, vagy mi a neve a csajnak, meg sírásó, meg én. De nem vagyok benne biztos. De azt hiszem igen. Ketten vagyunk. Vagy ebben négyen vagyunk. Mindig írja, hol. Csak itt lesz még a emberünk. 10 perc ott fekszik szegény. Jó, hát. Hát én nem érzékelek senkit. Hol van, úgyhogy... Én se látok senkit. Ez szóval publik. Tartok egy kisebb szünetet, mert a kocsik allergiásak rám, majd jövök. Okay. Itt vagy még, William? De tartok egy kis szünetet, 10 perc is, hogy csak allergiásak rám a kocsik. Tudom, William, cash mappázd az életed. Biztos, hogy segít? Azt mondták, hogy csak várjad, akkor mappázom akkor. Cash mappázd, jó? Oké. Hello. A kezében marad egy olyan valami, amitől a kocsit beindulna. Ez fasza. Most itt látsz valakit? Nem. Jó, az nem az. Itt van. Na, annyi történt, mentős uram, hogy idejöttek publikba, egyáltalán a garázsba, bocsánat, és mindenkinek a kocsiját elkezdték várni, beültek mindenkinek a kocsiába, mindenkit boxoltak, csak lecsattak azok rádióról, minket is elkezdtek várni, ezért kaptak egy, boxerrel kaptak egy ütés, és elszívültek. De a kettőt akkor csak megvertétek, ugye? Igen, de volt rossz rám, hogyha arról van. Nem, nekünk az a lényeg, hogy mit történt, jó? Boxerra kaptam. Zavarás ne legyen, én arrébb húzom a betegem. Én is megyek. Jó, megkezdjük az úrnak az újraélesztését, valószínűleg csak elájult. Megkérek mindenkit, fáradjon arrébb. Hátára fektetjük az urat. Ott mi történik? Nem lélegzik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. És sikerült az újraélesztés. Felsegítjük az urat. Üljünk fel, nagyon jó. Üdvözlöm. John mentőtiszt vagyok. Most kaptunk egy hívást, hogy elájult az úr. Látok egy kis felsérülést, kis horzsolást a fején. Előveszem először a kötszert, illetve a fertőtlenítőt. Lefújom a seb környékét, a sebet. Előveszek egy papírtörlőt, letörlöm ott a helyét. Kötszerrel pedig bekötözöm és ellátom a sebet. 10-es skálán mennyire fáj az úrnak a feje? 5-ös. 5-ös, jó. Veszek elő a táskámból egy erősebb fájdalomcsillapítót, ezt át is adnám önnek. És megkérném, hogy egy pohár vízzel vegye be, amennyiben nincs, akkor adok önnek. Lesz önnél víz? Ez a fájdalomcsillapító egy 1-2 percen belül hatni is fog.
hogy az se lenne probléma, hogyha addig itt leülne. Jó, megkérném, hogy a... elnézést, bocsánat. Nem baj, kinyog volt, láttam. Nem ezt akartam volna. Megkérném, hogy kövesse az ujjamat. Szemével először balra, jobbra, fel, illetve le. Jó, agyrázkódása szerencsére nincs, az úrnak agyrázkódásra utaló jele. A felsérülésig minimális horzsolások voltak, azokat elláttam. Mert nem tudom, hogy érez-e máshol fájdalmat. Nem. Jó, rendben. Hogyha bármiféle panasza lenne, akkor a kórházba további ellátást tudunk biztosítani önnek. Nem, köszönöm. Nincs mit. Vagyok. Ez vén nélkül kapható. Az nem kell, az csak felírom, hogy itt váltsák. Ja? Tehát is nyújtom letét. Mindenki tudom venni a mentőautókra? Nem tudom kivenni a mentőautókra. Vissza. Figyelj, ezt a fogyos be kell vinni. Az lesz jó, hogy én itt izé megfogom, mint Csipke Rózsikát, és megnézed az utcsó hívást, hogy szóval van. Hogy mész, vagy mész el? Az ugyan itt van. Itt van, jó. Akkor beviszik az urat, jó? Jó. Ha megverték, akkor már rendőrt is hívunk rá, ha már itt van. Oké. Okay. Másik úr az elmen. Várjál, kinyitjuk az ajtót. Várj, ne szállj be, Joe, ne szállj be. Biztosan én ráfektetjük a holdányra. Van, rárögzítjük a testét, kezeit, lábait, lady, bőrszíjjal, oda rögzítjük, jó? Egyik se lazult meg, rögzítjük a holdányat, gépjárműn belül, és mehetünk is. Ezt te is látod, vagy csak én? És látom, hogy a csávónak a kezében van egy kurva balta. Az a lényeg, ha az hozzád ér, akkor ő képes a betod alá téged belőtt, úgyhogy gyorsan menjünk el tőle. Meg itt késelnek, mi a fasz? Menjünk, kórház. Álkom ez. Jó van, ez belefér. Ta. Kókkal amúgy. Az úr... Király. Na. Az úr, felkeltél szívem? Milyen szívem? Lelkem. Az ajtót autosra kihúzom itt az urat hordányástól. Szóval csinálok? Befektettem azt annyi, ami komolyabb baja nincsen, csak néha eljól azt átadom a nővéreknek. A hordányát hogy húzod ki a kocsiba? És akkor... Ez egy célzás értékű dolog. Igen, azért kérdezem. Kell mondani, hogy benyom az F-gombot a hidrogokán, és az kihúzza az urat. Micsodát kell benyomni? Milyen hidraulikás gombot? F-gombot. Ja. Mivel te is beszállsz az az izmot, de te utalsz ezzel a betegnek, érted? Még bemutat neked. Maradsz meg, John, vagy most mész? Megyek. Mész vagy maradsz, John? Nem hallottam. Megyek. Ja, mész. Ja, jó, akkor az volt, nem szól. Holnap leszek, jó. John. Óta se ide áthozok az urat, holnap 1-2-3. John kolléga leszere, holnap vagyok, viszont látás. Halli. Na, hölgyek, urak, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, holnap folytatjuk. Hú, jó kör volt. Volt izgalom is. Nagyon szépen köszönöm az új követéseket, a rengeteg támogatást. Remélem jól éreztétek magatokat. A sorsolásokat meg majd összeszedem szépen, kírosgatom a kódokat, aztán kicsit egyszerűbb lesz a játékokkal. Na, jók legyetek, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, az új követéseket, a szubokat, nagyon királyak vagytok, a támogatásokat, a csíreket, nagyon szépen köszönöm mindenkinek.
holnap vagyok. Kellemes vasárnap estét mindenkinek. További szép estét. Sziasztok!